nem tudom azt per pillanat elképzelni, hogy én együtt aludjak valakivel. Komolyan. Uh-huh. És ez egy tök rossz érzés. Hát igen. Régen tök simán ment. Kicsit zavarba is jövök ezt a témától, így három kamerak közében. Nagyon zárkózott lettem ezen a téren. Uh-huh. Úgy tűnik, mintha nem az lennék, de iszonyatosan zárkózott vagyok. És lehet, hogy ez is, ennek is köze van ahhoz, hogy én ezt az egészet még nem bőgtem ki magamból. Gyere gyorsan! Hello! Szia! Tudunk arra menni? Tudunk. Akkor arra, minden esetre arra megyünk. Hello! Szép lassan indulok addig. Te, nem mondod! Mutasd! Nagyon gyorsan. Júj, de szép! Ez, ugye mi ez? Milyen érzés? Csak karambolozzunk. Nem karambolozzunk. Vetköz valamennyire. Jó, nem. Amennyire csak érzed, Évi. Ez most nem olyan műsor. Nézd! Ja. Szentes Éva író vetkőzik, című műsorunkat látják. Azok az feláros, nem? És hallják. A kedves nézők ingyen, igen, nekünk feláros. Igen, be kell kötni magam. Igen. De nehéz ide megérkezni. Ráadásul te vártál. Igen. De szóval itt van. Első regényed, gratulálok. Első, nem a harmadik? Nem, hát novellás kötet volt. Ja, igen. Azért meg az első az a Hanvaimból, amiben a betegségedet írtad, igen, meg, az egy picit más volt. Ez az első ilyen fikciós, igen, az igaz, regény. Igen, és fikciós, az is nagyon fontos. És képzeld el, a Cserna Szabó András írt hozzá ajánlót, aki a kedvenc kortárs írom, én nagyon szeretem őt, és ő tanított is engem. Kreatív írásra, igen, és mindig kihúzta a szövegeimnek a háromnegyedét, és azt mondta, hogy hogy lehet ilyen szart írni. Nagyon-nagyon szerettem. Tudod, tényleg, hogy kell reklámot csinálni a könyvednek, nem baj, legalább nem, nem sütik ránk azt, hogy... igen, de hogy fontos az ember életében az azért íróként is, meg mindenhogy, hogy az ember néha hogy rászóljon valaki, akit hitelesnek tart, hogy ne csinálj szart. Igen, de ez hogy ha írásról volt, van szó, ha másról. Ez régen volt. De ebből a szövegből is kihúztak a Péterfi házaspárjól, Péterfi Gergő és Péterfi Novák Éva, akikkel te komoly szakmai emberi barátságban vagy. Segítettek ezt. Igen, ők is segítettek, én velük nagyon-nagyon szeretek dolgozni. A Gergő ugye, szoktam neki viccesen mondani, hogy az író fejedelem, hozzányúlt az én szövegemhez, és ez milyen nagy megtiszteltetés, úristen, ezek ki fog nyírni. És velük nagyon jó együtt dolgozni. Van rajta egy kis Péterfi csillámpor. Igen, de a Babicki Tibor szerkesztette, aki szintén nem egy utolsó tudású költőíró. És nagyon jó volt vele a közös munka, nagyon, tényleg nagyon-nagyon oda tette magát, nagyon sokszor átszerkesztettük, átbeszéltük, nagyon jó meglátásai voltak a szöveggel kapcsolatban, és amikor úgy olvastam vissza, akkor néztem a mondatokat, amiket kihúzott, hogy úristen, ez tényleg nem jó, ez tényleg vacak. Szóval te képes vagy azt mondani a saját munkádra, hogy ez most nem sikerült olyan jól, és mondjuk hogyne azt mondani, hogy eldobom a kukába? Hogyne. És sok olyan anyag van, ami nem sikerül úgy, ahogy én akarom. Hát ugye sokat is írok, mert hogy ez a munkám. Nálad, neked dolgozom, tudod? Tudod, nem? Ja, tényleg. Jaj, basszus. És, jó, igen, 3,5 éve dolgozunk együtt, én vagyok az Éva főnöke, és megkértem, hogy ne trollkodja szét a beszélgetés, majd meglátjuk, hogy... hogy megy neki. Életekben benne lesz. És képzeld, hogy tudod, mint gondolkodtam ma? Na. Miközben mostam a hajam, mert hogy van a hajam. Hát. És még mindig rövid volt a hajam, tehát hogy, és pont a hajam, az pont azóta nő, amióta mi együtt dolgozunk. Szívesen. Ne trollkodj szét. Én sem trollkodom szét a saját műsoromat. Igen, ezt pontosan én is nyilván, amikor készültem belőle, de egy picit másként, mint szoktam, akkor én is végigjátszottam azt, hogy amikor mi először találkoztunk, akkor te fizikailag, lelkileg, személyiségfejlődésben mindenhogy nagyon más, szakmailag nagyon máshol tartottál. Az ott kezdődik ugye, hogy 40 kilóval távolsággyal együtt és kopasz. Igen. És éppen a második körös méhnyakrákoddal küzdöttél. Nagyon keményen. Amikor mi találkoztunk, akkor még csak az első. Az elsővel, de utána, amikor először beszéltünk a VMR-ről, akkor a másodikkal, és hogy
egy nagyon, amikor először találkozunk, ehhez nagyon hasonló parókában voltál. Igen, emlékszem rá. Emlékszel arra a fotóra? Emlékszem, igen. Kétszer nagyon szarul nézek ültünk ki. De te nagyon jól. Fú, hát azért ez a haj azóta nő. Igen, de ez a VMN óta nő. Ez igen. A haj, mert akkor azelőtt volt az utolsó kezelésem. Mielőtt elindultunk. Igen, 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 igen. És ezt azóta növesztem, és nem is fogom levágatni. Úgyhogy addig, ameddig nő, addig a VMN-nél fog dolgozni. Nem tudom, hogy ez mennyire jó hír neked. Kedves hölgyek, mikor kezd el hullani a haj? És neked meg elkezd majd hullani. Nekem már most hullik. Úgyhogy. Amihez közöd van. Na, szóval, hogy tényleg viccen kívül az is eszembe jutott, tudod, Évi, hogy oltatlanul végigpörgettem egy csomó minden közös utunkat, meg a te utadat, meg azt, hogy ott voltam az első könyvednek, a Hamvaimbolnak a születésénél, Hamvaimbol születésénél, milyen érdekes, ahol részletesen leírod, meg hát nekem el is mesélted azt az éjszakát, meg éjszakákat, amikor szembe kellett nézned azzal, hogy ennek az életnek itt ezen a földön lehet, hogy vége lesz. És hogy egy olyan embernek, aki szembenézett a saját halálával, kőkeményen és tapinthatóan, tud-e még az élet újat mutatni? Szerintem nem. Az az igazság, hogy ezt az egészet, ami történt, most lesz 5 éve az első diagnózis, 5 éves az első diagnózis, én igazából ezt nem sírattam el. És erről csak most jöttem rá, hogy én ezt kiabáltam, kiüvöltöttem magamból, kiírtam magamból, számtalan fórumon tartok róla előadásokat, írtam róla könyvet, volt a VMN-en egy másfél éves sorozat erről a betegségről, de hogy én ezt saját magamban, ezt nem sirattam el, ezt az egészet, sem nem is a betegséget, hanem a fájdalmat, ami közben történt, az a fél év masszív fájdalom, az ilyen iszonyatos horderejű volt, tehát hogy itt nem is a rákot kellett legyőzni, mert a rák az csak úgy ott volt, hanem az a nagyon sok minden, ami ezzel jár, hogy kívülről ez úgy tűnik, hogy jaj, itt a Szentesi megint a rákjáról beszél, és nem tud már erről leszakadni, de hogy ez még nem lett elsiratva ez a történet. És én most jöttem rá, most, hogy ugye vége van a betegségnek, most már három éve vagyok tünetmentes, igen, 3,5 éve, de hogy egy csomó minden van utána, ami ehhez kapcsolódik, és így igazából ennek soha nem lesz vége. Tehát ez nagyjából úgy néz ki, mint a drogosoknál, hogy igen, már nem szerhasználó, meg már leszokott, de hogy igazából ő soha nem lesz nem függő, hanem hogy most éppen most nem használja a szert. És ez nagyjából ehhez hasonló, hogy annyi minden kapcsolódik ehhez, hogy nem lehet gyerekem, azt sem sirattam még el. Most nyilván nem vagyok olyan élethelyzetben, hogy én ezen gondolkodjak, de hogy ezek nem lettek elsiratva, ezek a dolgok, és hogy ezzel én még adós vagyok az életemnek. Az életemnek ez a része, ez még csak most lesz, és szerintem ez nagyon kemény lesz, ez majdnem annyira kemény lesz, mint a szembenézés akkor önmagammal. És hogy készülsz erre a munkára? Mert ez azért munka, hogy enged magad meggyászolni, elgyászolni a méhedet, az korábbi életedet, az egészségednek az előtti részét. Hát egyedül biztos, hogy nem fog menni. Aha. Tehát, hogy ez nem hiszem, hogy ez úgy sikerülni fog, hogy én hazamegyek, és akkor elkezdek bőgni a saját magamon. Meg hát ez nem is annyira saját magamon való bőgés szerintem, hanem hogy itt biztos, hogy szakember kell. Nekem volt egy csomó módszerem erre, hogy most éppen kinek a segítségét veszem igénybe, de ez biztos, hogy ez terapeuta, egy olyan terapeuta, aki nem ismer, aki nem segített a gyógyulásban annó, mert szerintem ez egy másik történet. De hogy ezt már elkezdtem így magammal egy kicsit összerakni, hogy ez megtörténjen, meg ez kiszakadjon, mert hogy nagyon sokszor van olyan, mikor úgy kelek fel, és hogy úristen, örülnöm kell, hogy Jézusom, az orvosi tankönyvnek az 5%-a vagyok. Túlélő. Igen, túléltem egy olyat, amit nem lehet, amire mindenki azt mondta, hogy ez maximum egy hónap, és meg fogok halni. És hogy ezzel élni egy olyan sztori, hogy úristen, nekem minden reggel nagyon kell örülnöm, hogy én élek, és én itt vagyok, és jaj, de jó, köszönöm Istenkém. De hogy vannak olyan napok, amikor én úgy kelek fel, hogy miért kellett nekem itt maradnom?
miért kell nekem élnem, miért kell nekem felkérni? És ez mi tudja ezt belőled kiváltani? Ezt az érzést? Hát, mikor mi? Ez egy ilyen nagyon furcsa, sötét állapot. Néha megijedek tőle, hogy olyan gondolatok jönnek, hogy úristen, hogy mennyivel könnyebb lett volna akkor nem maradni. És lehet, hogy ezt így kimondva nagyon rossz hallani, meg hogy én nem mondhatok ilyet, de hogy ez a gondolat akkor is ott van bennem. És nagyon kell magamon, nagyon meg kell ilyenkor magam fognom, és meg kell magam ráznom, hogy ezt ne érezem, és ezt ne gondoljam, mert ez egy hülyeség. Hát itt vagyok, tök jó életem van, tök jó munkám van, azt csinálom, amit szeretnék, van két lábam, amin tudok járni, külsőre olyan nagyon-nagyon nagy problémám nincsen, amivel küzdenem kellene, tényleg gyakorlatilag megúsztam egy hajszállal ezt az egészet, és hogy meg kell magam ilyenkor ráznom, hogy ezt ne érezzem, és ezt ne gondoljam, mert ez egy hülyeség. És tényleg hülyeség. Én nem mondhatom, hogy hülyeség, te mondhatod, hogy hülyeség. Aki nem járt ott, ahol te jártál, szerintem elég kevés dolgot mondhat egy olyan embernek, mint te. Az élettel, a tapasztalással, a fájdalommal, meg mindenféle ilyesmivel kapcsolatban. Azon gondolkozom, hogy én ugye láttalak téged, minden személyiség egyszerre könnyű és nehéz, jó és rossz, fekete és fehér, és minden szín, ami még közötte van a palettán. Ugye láttalak téged nagyon dühösnek, láttalak téged nagyon lágynak, láttalak sírni, kacagni, nagyon sokfélének. Mégis, amikor azt mondják az embereknek, vagy azoknak, akik felszínesebben ismernek, hogy a szentesi, akkor ők mondjuk azt mondják, hogy karcos, azt mondják, hogy határozott, azt mondják, hogy olyan kicsit dühös, indulatos. Szerinted miért mondják? Hát ez a dühös szerintem gyerekkorom óta bennem van. Tehát, hogyha valami nem úgy történt, ahogy én azt elképzeltem, akkor ott kőkövön nem maradt. Tehát, hogy ez egy ilyen alap természet, ami nem valami áldásos dolog. Nekem mindig az az élményem van magammal kapcsolatban, és idézőjelesen élmény, hogy én vagyok a rossz gyerek. Mivel én már egészen kiskoromtól nagyon határozottan tudtam azt, hogy mit akarok, legyen bármiről is szó, és hogyha nem kaptam meg, akkor kifejeztem a nem tetszésemet. És nekem ez tök erős élményem, hogy én rossz vagyok. Jaj, Évike már megint hisztizik, jaj, Évike már megint, már megint nő a... És ez a rossz gyerek érzés, ez nem annyira klassz. És ez a dühösség, ez mindig bennem van, hogy jaj, hogy nem tetszik a rendszer, tudod, ezt apám mindig mondta, hogy mi van kislányom, nem tetszik a rendszer, pedig az van, amit én mondok. Uh-huh. És most is ezt érzem, hogy most a jelenlegi helyzet, ami körbevesz minket, ez a nem tetszik a rendszer. Legtöbbször ezért vagyok dühös, de egyébként szerintem mostanában sokkal kevésbé. Alakul ez, igen, ezt én is látom rajtad, hogy én ezt... Sokat beszélgetve anyukáddal, a hugoddal, meg a téged jobban ismerő, még jobban ismerő emberekkel, azt minden, ők is mondják ezt, hogy gyerekként is kis pukkancs voltál, illetve megkaptunk egy hangfelvételt, amiben szintén vagy gyöngyözően kacagsz, vagy okvetetlenkedsz. Lehet kb. 3-4 éves, vagy éppen, hogy csak tudhatsz beszélni. És na mindegy, szóval, hogy ez már a rák előtt is így volt. Igen. Igen. És hogy téged éppen a rákbetegség lágyított nagyon sokat, meg relativizált egy csomó mindent, ami mondjuk tök logikus, igen, nem? És pont ez a aláközeli élmény teszi ezt logikussá, hogy igazából érdemes-e fölhúzni magad a rendszeren, a nőkön, a férfiakon és mindenen, ami közöttük van, a hülyeségeken, de azért még mindig sikerül. Tehát, még hogy mindig sikerül. El tud pukkanni. Igen, de ami nagyon sokat segít, az a 100%-ban a sport, tehát, hogy ott azért sok mindent kirakok magamból, úgyhogy... Mennyit sportolsz most? Vagy hogy meg neked máshogy kell sportolni, nem? Tehát nekem ezért... máshogy kell. Én találtam egy, vagyis pontosabban megtalált egy nagyon jó edző, a Regi. Uh-huh. Imádom, egy nagyon édes csaj, és ő talált meg engem az edzőteremben, ahova jártam, vagy járok. És akkor így mondta, hogy hát, hogy igazából ő edzene, mert hogy itt, amit most csinálok, az inkább hagyjuk. Mármint az edzegetés, igen.
hogy az ott, azt mondta, hogy szerintem az inkább egy ilyen kis vicc kategória, és tényleg visszagondolok arra, hogy lejártam, és akkor a biciklin ott üldögéltem, és közben nyomkodtam a telefonomat, ez tényleg egy vicc volt. És ő felhívta az orvosomat, megkérdezte, hogy milyen operációim voltak, milyen kezeléseim voltak, mi maradt bent, mi nincs meg, és az orvos mindent elmondott neki, és ehhez ő felállított egy edzéstervet, és együtt edzünk azóta, és el tudom képzelni az életemet anélkül, hogy ne legyen meg ez a heti négy-öt alkalom, hogy én lemegyek, ezzel kezdem a reggelt, és nagyon-nagyon jó, és ott nagyon sok mindent ki tudok adni, úgyhogy ez tök jól megdolgoz kívülről is, meg belülről is. És ami még a jó hatása, hogy ugye nekem a nyirok csomókat is kivették a hasüregből, emiatt volt egy ilyen tök kellemetlen vízesedés a bal oldalamon, a bal oldalon feküdt a daganat, és ez egy ilyen nagyon kellemetlen, nem volt látványos, mondjuk én láttam, de ez egy ilyen nagyon kellemetlen ilyen érzés volt, akinek van vízesedés, az tudja, hogy ez milyen. És képzeld el, hogy ez teljesen eltűnt. A sportnak köszönhető? A sporttól. Aha. Mert a többi nyirok rész az átvette, beindította. Aha, ez a mozgás, és az átvette azt a funkciót, amit ott ez ugye, mivel nincs ott, ez nem tudja ellátni. Te betegség előtt is ennyire testtudatos voltál? Én? Nem. Egyáltalán nem. És ez tök vicces, mert amikor 23 éves kori képeimet nézegettem, még visszagondolok arra az állapotomra, akkor gyakorlatilag semmit nem csináltam azért, hogy jól nézzek ki, hogy csinos legyek, mindent megettem. És mindent megitta. Megittem a magamét, ugye ezt szokták mondani. Igen. Meg másét is. És hogy semmit nem tettem azért, és olyan könnyedén voltam a teste, és most meg azért meg kell gürizni. Uh-huh. Tehát, hogy nagyon nem úgy van, mint 23 évesen, de soha nem akarnám vissza a 20-as éveimet, soha. Én emlékszem rád, még nem ismertük egymást személyesen, csak arra emlékszem, hogy te egy jelenség voltál a budapesti éjszakában. Hát, bármennyire is nagy dicséret, ez nem tudom. Nem is, nem tudom, hogy ez dicséret vagy nem az, de hogy nem lehetett téged nem észrevenni, mert nekem az volt az érzésem, hogy basszus, ez a csaj, ez mindenhol ott van. Hát, mert mindenhol ott voltam. Úristen, az egy szóval nem tudom, hány vége van annak a gyertyának, de mindegyik véget. Igen, az összes. Tehát ugye azért én azt rendesen kimelóztam azt a rákot. És nem lett, hogy oké, nyilván. Hogy kimelóztad azt a rákot. Hát figyelj, azért én tettem rendesen, hogy én beteg legyek, és most oké, hogy ott voltam mindenhol, és hat végén égettem a gyertyát, az csak egy dolog, tehát hogy azért tudjuk azt, hogy az életmód se nagyon tesz jót annak, hogy egy betegség mondjuk ne alakuljon ki. És tehát egy csomóan buliznak halálukig, mit tudom, 70-80 éves korukig, és nem kapnak rákot. Tehát, hogy azért ez nem ilyen egyszerű. Mert hogy ez mindig egyéni sztori. Hát, és neked azért ott van egy nagyon kemény egyéni sztorid. Igen. De az édesanyáddal. Igen, tehát hogy nekem azért az egyéni történet ott mellette az nagyon erős, és az, hogy én a 20-as éveimet úgy éltem, hogy én nem voltam otthon, mert én nem akartam, nem azért nem voltam otthon, mert nem szerettem otthon lenni. Nem akartam magammal egyedül maradni, mert nem bírtam saját magam elviselni. De miért? Mit nem bírtál magadom? Mert nem akartam szembenézni azzal, hogy ezzel az iszonyatos fájdalommal, amit én hurcoltam magammal az anyámék válása óta, 14 évesen váltak ők el. Amit te voltál 14? Én voltam 14, amikor ők elváltak, aha, húgaim azok 2-vel meg 7-tel kevesebbek, és én nagyon rosszul dolgoztam fel az egészet. Én egy ilyen megcsalásnak, meg elhagyásnak éreztem ezt az anyám részéről. Hát de gyakorlatilag az történt, hogy ő elment, az édesanyjátok elment. Igen, otthonról. Az történt. Az történt, hogy ő elment, és ő úgy döntött, hogy egy új életet kezd, ő kilépett a házasságából, és mi apuval maradtunk. Ő úgy gondolta, hogy minket nem akar kiszakítani abból a közegből. Egyébként nem is mentünk volna, tehát hogy ezt nem is, ha akart volna, sem mentünk volna, nem hagytuk volna ott apát. És ez egy iszonyatos törés volt ott nekem, tehát hogy én nem is beszéltem utána vele egy jó ideig. És aztán pedig, amikor meg már beszéltünk, akkor én nagyon nem akartam őt elfogadni. Ráadásul szakasztott másra vagyok az anyámnak. Hát igen, ezt ő is mondta, hogy tükröt igen. Tartottok egymás, tehát van egy folyamatos keresztbetükrözés. Nagyon kemény. Nagyon kemény nekünk együtt. Ő is erős, ő is határozott, ő is bukkancs.
És az, hogy látod saját magad 20 évvel később, és én folyamatosan látom magam 20 évvel később, azért az elégen is már, ha megélem, ugye, szem lehet tudni. De hogy anyámmal ez egy óriási meló volt, és én nem akartam ezzel szembenézni, hogy nem kell, egyébként nem kell neki megbocsájtani, mert ő csak úgy cselekedett, ahogy ő akkor ezt jónak látta, és ami neki az eszköztárába benne volt. Tehát, hogy ő nem tudott akkor máshogyan dönteni. Ő nem, neki nem volt meg az ő rendszerében, nem volt belekódolva, hogy ezt lehetett volna máshogy is csinálni, és mondjuk azt a házasságot nem ő tette tönkre, tehát hogy ezt ketten tették tönkre, itt nem lehet egy felelőst kihozni, hogy jó, anyám valakibe beleszeretett és elment, mert ez nem ennyire egyszerű, tehát hogy ott az ő kettejük története volt együtt, ők ezt nem tudták volna tovább csinálni, mi semmit nem éreztünk abból, hogy nekik rossz a házasságuk, őt látszólag tök szépen éltek. Ez a könyv címe. Pedig olyan szépen éltek a könyv címe, ez sem véletlen, meg nyilván az sem véletlen, hogy Maria főhősnőd ott hagy az édesapjával egy gyereket, és új életet kezd. Igen. Egy másik. Ez az alapmotívum, igen, az, amit én ezt anyutól hozom, de hát ez nem az ő története. Anyámmal még a betegség alatt beszélgettünk erről, hogy ő az ő döntéséről, meg az ő döntéseiről, hogy ő ebben hogy érezte magát, és amit én nagyon sokat hoztam anyutól, az az ő édesanyjának a karaktere. Hm. Tehát, hogy az nagyon sokat segített megérteni anyám döntését, hogy az ő anyja milyen volt. És ezek, tudod, ezek a generációs transgenerációs teher mindannyiunkon, az anyáink, meg az apáink. Igen. Amiket hozunk, és nekem sem véletlen az, hogy pont a méhem lett beteg. Ez a nagymamám egyébként ményakrákban halt meg, csak így tényleg? Mellékesen megigazol. Aki egy picit így... Igen, és neki is volt egy súlyos félrediagnosztizálása. Ó, hát ez kemény évi. Igen, szóval van itt ez a csomag, és én igazából ebben a könyvben azt akartam feldolgozni, hogy tök könnyen azt mondták anyámra akkor, hogy hát de hogy tudott elmenni, hogy tudta itt hagyni ezt a szép férjét, pedig nem is iszik. És a három gyönyörű gyerekét hogy tudta, tehát ez nem úgy nézett, hogy ő elment, és akkor utána soha többé nem jött. Ez a főhős, ez soha többé nem megy vissza. Mm. Vagyis, hogy ő rendesen ott hagyja a gyerekeket. Tehát anyám jött, és anyám ott volt, tehát anyám jelen volt az életünkben, meg jelen van most is. Meg hát hajaj, sőt a betegséged gyakorlatilag, betegségednek köszönhető faramúci módon az, hogy ti igen. Szorosabban vagytok most kötelékben, mint hát meg valaha. A gyógyulást legalább annyira köszönöm neki is, mint az orvosoknak. Tehát, hogyha ő nincs, meg ő nem olyan, amilyen, akkor én nem ülök most itt, ez tuti. Ez 100%. Szóval azért ezt, én erre akartam választ kapni, vagy választ adni, mert én tudom a választ, hogy ítélhetünk-e egy olyan nőt, aki úgy dönt, hogy kilép a házasságából, és az úgy dönt, hogy a gyerekei azok akkor ott maradnak. Mert hogy egyébként ezt a férfiak azért nagy részt, hogyha elvárnak, akkor nagy részt ugye a férfi megy, és a gyerekek maradnak a nővel, és igen. Az nem egy ilyen úristen, üldem egy sztori, mert hogy ez egy tök természetes dolog. A házasságok fele sajnos. Így vagy úgy, de azzal igen. Végződik. Mondjuk nyilván nem mindenhol van gyerek. De a szétmenéssel végződik, és akkor óhatatlanul, ahol van gyerek, ott viszont valaki valahol. Igen. Szóval, hogy én arra akartam választ adni, hogy számunk érhető-e valakin az, amit ő soha nem tanult, soha nem látott. És szerinted számunk érhető? Szerintem nem számunk érhető, és nagyon sok mindent megmagyaráz az, hogy kinek milyen volt a gyerekkora, és mit kapott a szüleitől útravalóul. És egyébként nekem a gyerekkorom az egy ilyen csodálatos mese volt. Tehát, hogy a 14 éves koromig az egy annyira erős táptalajom, hogy az valami fantasztikus. Tényleg azért anyám és apám az egy mesevilágot teremtett ott Tiszalökön, úgyhogy én azért nagyon hálás vagyok nekik. Viszont hát az a törés 14 évesen meg meghatározta a további sorsodat igen. Kőkeményen. A kérdés, ami felmerül bennem az, hogy meddig engedjük meg magunknak, te meddig engeded meg magadnak, hogy a gyerekkorodra told annak a terhét, felelősségét, hogy a felnőtt korod milyen lesz. Érted? Tehát, hogy mikor engeded el? Meg. Én már nem engedhetem ezt meg. De hát ugye itt van egy olyan dolog, ami
hogy, tehát, hogy én ezt szép, tehát hogy én nekem nem lehet gyerekem saját. Azt nem tudom, hogy egyszer úgy döntök, hogy örökbe fogadok gyerekhez. Tehát, hogy van, hogy szeretné? Mert ugye a gyerekekhez való viszonyot tök ambivalens, én úgy látom. Egyrészt van az, hogy jaj, mit tudom én, bulizunk csak felnőttek, ne hozzátok a gyerekeiteket. Másrészt viszont látlak gyerekekkel, és az az érzésem, hogy egy teljesen természetes állapotod az, hogy gyerek van a kezedben. Nagyon, nagyon szóval, szeretem. Hogy... Hát nagyon édesek. Nyilván, hogyha bulizunk, akkor azt komolyan kell venni, és ott ne esett gyerek. Jó, most nyilván nem az éjszakában nyúló elhajrásra gondolok, hanem mondjuk egy VMN rendezvény, hogy gyerekes vagy nem gyerekes, és akkor mindig mondod, hogy nem, nincsenek gyerekek. Na mindegy. Szóval, de hogy ez egy ambivalens dolog azért nálad, nem? Most született meg a gyerekkori, meg a legjobb barátnőmnek, az Évinek, akiről egyébként a nevemet kaptam, együtt nőttünk fel, egymás mellett voltunk szomszédok, ő mai napig ott lakik Tiszalökön, és neki most született meg a kislánya, a Henny, és egy ilyen annyira édes gyerek, és annyira okos gyerek, hogy így, és mindig, amikor hazamegyünk, akkor órás babázások vannak, és imádja a Henny, hogyha énekelek neki. Még. Jézus Mária. Még van ilyen ember a földön, aki imádja. Egy csomó mindent tudsz, de énekelni nem, ne haragudj. De nagyon szeretek énekelni, és a Henny gurgulázva kacagja, aha, hogy énekelek. Én nagyon szeretem a gyerekeket, tényleg, hogyha nincs buli. De hogy ez simán benne van, Kriszta, hogy nekem lesz gyerekem, hogy örökbe fogadok valakit. Most az, hogy saját nem lehet, egyszer valaki azt mondta, egy srác, aki srác, nem is annyira srác, egy férfi, aki udvarolt nekem egy darabig, azt mondta, hogy az kizárt, hogy nekem ne legyen gyerekem, azt mondta, hogy nekem kell, hogy legyen. Hát ő annyira látja azt, hogy én a gyerekemmel vagyok. Hát most majd valaki máséval. Ha már említed a férfiakat, vagy a srácokat, hogy félve kérdezem, mert a másik ambivalens viszony az az, hogy te alapvetően egyedül vagy, és jól vagy egyedül, teljesen kereknek látom az életedet, de azért bebefigyel az, hogy magányos vagy egyedül érzed magad, tehát hogy nem élvezed annyira az egyedülét minden egyes pillanatát, és úgy tök jó lenne melléd valaki. Ez a dolog, amennyit ebből meg akarsz osztani, mert ugye ezt azért most fogják sokkal látni, nyilván ezt a dolgot is, a párkapcsolati részét az életednek is befolyásolja az, ami veled történt. Meg az, hogy újra kellett építeni a testedet, a lelkedet, mindenedet, egy munka közepén vagy. Ráadásul írsz róla, ami ijesztő lehet a pasiknak. Hát ajaj, kifolyhatom közben az orrom? Igen, sírsz, nem? De hogy is? Én sír? vagy? Nem, azért nem az a téma, amin sírok. Akkor jó, akkor nem olyan súlyos helyzet. Na, de hogy azért ezt ki lehet mondani, hogy félnek tőled a férfiak? Hát én nem akarom, hogy ezt ki lehessen mondani. Ezt szokták, igen, ezt szokták mondani, de én nem akarom ezt kimondani, mert nem áll, hogy ez van. De hogy biztos ez benne van, ezt azért szokták nekem mondani, hogy ez elég kemény csomag, ami nekem van. És tudod, mit vettem észre? Hogy mindig van olyan, aki udvarol, tehát ilyen jelentkezők mindig vannak, de hogy nagyon sokáig én titkolom. Ha nem tudják, hogy ki vagyok, akkor én nagyon sokáig ezt titkolom, hogy mi történt, és ezt nem mondom el. És addig tök jó, ameddig ez nem derül ki, és miután kiderül, akkor átmegy ez egy ilyen te szegény, jaj, tényleg, és akkor ez így átszínezi a kapcsolatot. Igen, de van olyan nyilván, akit ez egyáltalán nem zavar, és nem érdekel, és... De volt olyan például, aki amiatt nem akarta folytatni, mert hogy én például nem tudok gyereket szülni, és ő meg abszolút úgy keres párt, hogy neki szeretné, hogyha lenne gyereke. Úgyhogy hát igen, ez egy nehéz téma az én életemben. Azt gondolom. De én nagyon azt érzem magamon, hogy van bennem egy iszonyatos nagy gátlás ezzel kapcsolatban, és ezt is fel kell dolgozni, vagy ezen is kell melózni, mert nem tudom azt per pillanat elképzelni, hogy én együtt aludjak valakivel. Komolyan. Uh-huh. És ez egy tök rossz érzés. Hát igen. Régen tök simán ment. Kicsit zavarba is jövök ezt a témától, így három kamera közében. Mert nem csak a szex részét. Világos, az intimitás. Igen, tehát hogy nem tudom ezt elképzelni. De hogy... miért? Szégyeled az, ami nem, van, vagy nincs, történt? Nincs mit szégyelnem. Tehát, hogy nincs olyan dolog rajtam, amit szégyelni kellene, hanem egész egyszerűen annyira,
nem is tudom, ezt még nem fogalmaztam meg. Nem a fizikai tünetek miatt, mert nincsen egyébként fizikai tünet, vagy nagyon minimális a fizikai tünet, hanem hogy nagyon zárkózott lettem ezen a téren. Uh-huh. Úgy tűnik, mintha nem az lennék, de iszonyatosan zárkózott vagyok. És lehet, hogy ez is, ennek is köze van ahhoz, hogy én ezt az egészet még nem bőgtem ki magamból. Aha, igen, biztosan. Tuti. Biztosan egyik dolog hozza a másikat, meg a gyász, mert amiről beszéltél az elején, az nem más, mint a gyásznak a különböző stádiumai, amit itt már többször előjött ebben a műsorban, amit nagyon nem lehet megspórolni. És az elsíratás része az pont egy olyan rész, ami amíg nincs kint, addig azt hiszem, hogy ez a felszabadultság érzés nem is fog feltétlenül fenntartatóan visszajönni. És mennyit tesz hozzá a te életedhez mondjuk az, hogy úgy egyre ismertebb vagy, és nem csak a VMN-es munkánknak köszönhetően, hanem mit tudom én, most konyhafőnökben szerepelsz. Jaj, de ezt nagyon szeretem. Annyira jó az egész. Az van, hogy a YouTube-on a VMN csatornáján azután fogadásba kerüli egy nappal, hogy te kiestél. Igen? Igen. Akkor most már így beszélhetünk róla. Elmondhatod. Jó. Na, szóval... Szóval, milyen volt? Az egész konyhafőnök egy iszonyatosan jó, nagyon, tényleg nagyon jó élmény volt, és nem azért mondom, mert nem mondhatunk mást. Nem, tényleg... Jó pénzért, tudod? Tényleg nagyon-nagyon jó volt. Nagyon édes volt mindenki, de a csapaton kívül a séfek, a Z, hát Z-t imádom nagyon, az összes szerkesztő, mindenki iszonyatosan kedves volt, és úgy bánnak velünk, mint a hímes tojással. Tényleg? Mert tényleg. Hogy azt lehet akár képzelni, hogy ez egy ilyen kőkemény daráló. Kőkemény daráló, egy kőkemény profi csapat, aha, tényleg, de elképesztően kedvesek. Tehát nekem minden, amit így gondolnál kívülről egy ilyen műsorról, azt gondolnád, hogy jaj, hát ezek egy ilyen lelketlen sztori, a pénzzel, vagy arccal a kassza felé, és akkor azért csinálják meg, de hogy nem, nagyon, nagyon cukik, tényleg mindenkit nagyon-nagyon szerettem, és baromi jó élmény volt, nagyon sokat tanultam, és ugye az a része, hogy odaállsz egy olyan szituációban, amiben te nem vagy profi, és igen, mindenki, aki jött, azok a saját szakterületén egy elismert ember, ki éppen milyen mértékben, de hát például Risztovéval, uh-huh, tehát ilyenekről beszélgetünk. Persze, elvitathatatlan az Évi mindenképpen, igen. És hogy odaállunk egy olyan helyzetbe, amiben nem vagyunk effektíve annyira nagyon jók, uh-huh, nem vagyunk benne profik, és megmutatjuk azt, hogy mi nem tudunk ugye olyan nagyon sok mindent. Az világos, tehát az tök jó, ezt az részét tökre értem, azt ma még nem tudjuk, hogy milyen lesz majd, amikor ez a műsor, tehát amikor téged gyakorlatilag egy sokkal szélesebb közönség fog látni ebben a műsorban. Sokkal többen utálhatnak. Na erre akarok rákérdezni, hogy szerinted a szentesi jelenséghez mit fognak szólni? Mondjuk az RTL nézője, ahol tényleg íróként, VMN szerzőként, rákrens aktivistaként egy kör ismert téged. Most azért kinyitod az ajtót rendesen. Igen. De hát azért nekem az, hogy a konyhafőnökben szerepelnek, azt régen én erről így álmodoztam, hogy de jó lenne egyszer oda. Tényleg? Igen, nekem ez jó. Én tökre szeretek főzni, most nyilván nem vagyok profi. Jó, világos. De hogy én nagyon szeretek főzni, nekem nagyon jó buli volt, meg jó lett volna azért ugye eljutni tovább, de így is tök jó élmény volt, úgyhogy hogy mit fognak szólni? Hát, ez egy jó kérdés. Ezt majd megtudjuk a kommentekben. Nem tudom, hogy mit fognak szólni. Én minden, bármi is kerülő adásba, én mindent vállalok. Tehát, hogy én szerintem nagyon azt tudtam lenni, aki én vagyok. Hát azért ez egy elég megosztó téma. Sokan nem tudják fogyasztani, én ezt tudom, ezzel valamennyire nehéz élni. Egyik napon nagyon rossz, másik napon sokkal könnyebb, de hogy remélem azért, hogy ezért fogják ezt szeretni. Bírod egyébként, ha kritizálnak? Erre tudom a választ, de majd elmondom. A jogos kritikát, azt, amiből lehet tanulni, van nagyon sok olyan kommentelő, akinek tök sokat lehet tanulni abból a hozzát, amit hozzászól. Például képzeld az egyik gyakornokunk, a Gréti, aki tavaly írtam egy cikket a Polcerenről, meg a Mészéről, és ő arra írt, hogy szerinte ezt ki kellene egészíteni. Uh-huh. És hogy ezekből tök sokat lehet tanulni. Azt nem bírom, amikor jogtalanul bántanak, amikor direkt bántanak, azt nem szeretem. Hát
kíváncsi leszek. Hát még fölkísérlek a munkahelyedre, nehogy elszaladj. Mostantól dolgozni kell. Eddig volt a fan. Csak várjuk meg, amíg a bandi. Jó, és figyelj, kurva nagy kubi van az asztalom alatt. Helyes. Megmutatjuk a Szentesinek a... Mert elfelejtettem, hogy a stílusnaplót fotóztuk tegnap, és ott van a ruhám egy nagy kupacba. Sziasztok! Kamerával jövünk, jöhetünk? Mindenki van ruha? Senki sincs mesztelenül? Sziasztok! Fú, én kabátra is. Sofia hangol? Sziasztok! Nézd már, milyen nagy kupi van! Úristen! Te csináltad tegnap? Mit? Ezt a kupit? Nem, én nem voltam itt tegnap. Igazából stílusnaplót fotóztunk tegnap. És akkor ezekhez hoztam be a ruhákat. Igazából kurkálódik. És igen, és akkor ezek itt vannak, de ez az én kis sarkom. Na jó, Évi, jó munkát. Köszönöm. És Vista. Köszönöm. Én átmegyek akkor a másik szobába. Oké, szia. Köszönöm. Én is. Sziasztok. Hello. Ennyi volt. Ennyi volt. Én azt gondolom, hogy ennél nagyobb traumát nem élhet át ember, mint hogy hirtelen minden, tényleg minden összeomlik körülötte. Látod ezt a kis ikont? Ha erre rákattintasz, nem maradsz le a legfrissebb epizódokról. Csatlakozz a VMN YouTube csatornájához!